kilátogat a Méra Világzenei Csőrfesztiválra, minden évben ugyanazt a hangulatot találja, valószínűleg ugyanazt is keresi. A fesztiválok változnak időben. Ez most már a 9. Ti bővítettétek időközben, de azt a szándékot, ami eredetileg volt, hogy megtartsátok ezt egy kis, hangulatos, családias fesztiválnak, ahhoz továbbra is ragaszkodtok. Való igaz, én azt hiszem, hogy a legelső fesztivál alkalmával sikerült jól megfogalmazni a célunkat. Ez úgy szólt, hogy megmutatni Kalotaszeget a világnak és a világot Kalotaszegnek. Évről évre ezzel foglalkozunk. És a változás, ami az elmúlt 9 évben végbe ment a fesztiválon, az inkább ilyen csiszoló munka volt. Igyekeztünk a célhoz csiszolni az eszközöket, a helyszínt és igazából a programját talán a fesztiválnak. Én azt hiszem, hogy pár éve nagyon megtaláltuk egymást a helyszínnel, programmal és a célokkal. Ebben az évben talán ez a misszió most úgy van, úgy kívánjuk elérni, hogy hívtunk előadókat Indiából, Dél-Amerikából, Nyugat-Európából, a Balkánról, természetesen Romániából, Magyarországról. Ugyanakkor pedig a kalotaszegi népi kultúrát a legmagasabb színvonalon, ezzel egy időben színpadra visszük. A Duna Művész Együttes Szerelmünk Kalotaszeg műsora az a pénteki napot zárja. Minden este a koncertek után kalotaszegi táncházzal várjuk a fesztiválozókat, és a kalotaszegi népi kultúrát különböző metszetekből igyekezünk megmutatni. A viseletet, a zenét. Egy Kása Béla fotókiállítás várja idén a fesztiválozókat, amelyik a mérai jómérést örökíti meg. Valamint egy második kiállítás van az ő képeiből, ez az utolsó óra zenei gyűjtés programnak a fotós dokumentációja. Akkor, amikor a fesztiválnak a zenei kínálatáról beszélünk, ezt hogyan próbáljátok évente alakítani? Világzene, tudjuk, hogy egy rendkívül tág fogalom, de ezt a közönség igényeinek megfelelően, vagy pedig a zene maga alakítja azt a közönséget, aki aztán eljár erre a fesztiválra? Én megkockáztatom, hogyha a fesztivál napjáig egyetlen együttes sem jelentenénk be, akkor is itt volnának a mérai fesztiválozók. Tehát én szerintem kevésbé az együttesek konkrét nevén múlik az, hogy mennyien jönnek erre a fesztiválra, melyik napon érkeznek. A közönség úgy néz ki, hogy bízik bennünk, szervezőkben, és olyan együtteseknek a koncertjeire jönnek el, akikről sose hallottak előtte. És talán nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy jelen pillanatban ennek a fesztiválnak nincs párja, abban az értelemben, hogy semmilyen más fesztivál nem tűzte ki ezt célul, vagy valami hasonlót. Nekem az alap tevékenységem az, hogy előadó vagyok, dalszerző, főként gyerekeknek és családoknak készítek olyan zenés, mesés programokat, amit tényleg a legkisebbektől a legidősebbekig, tehát az egész családi generációkat átölelve segít és szórakoztatja és kikapcsolja, és ebbe a kreatív alkotói dimenzióba segíti be az együtt élőket. Ez egy nagyon fontos dolog. Nem kifejezetten gyógypedagógus, hanem zeneterapeuta vagyok, tehát azt jelenti, hogy nem csak... Gyógypedagógiát végeztél, hogyha jól tudom. Igen, a gyógypedagógiai karon végeztem, de mint zeneterapeuta, tehát nem csak sérült emberekkel foglalkozom, hanem akár fizikailag, meg mentálisan egészséges embereket is a zenén keresztül segítek ebben a mentálhigiénés munkában, az önismeretben. Ez kapja talán most a legnagyobb hangsúlyt a zenélés mellett az életemben. Sokszor a zenének nem teljesen direkt módon érzékeljük a jó hatásait, hanem sokszor olyan dolgokra van pluszban hatással, a figyelemtől, a kitartásig, a motivációtól fogva az inspirációig, amiket nem feltétlenül direkt módon érzékelünk, hanem csak ott van a háttérben, fogja a kezünket, mellénk áll és átsegít. Ma még láthat téged a közönség ugye a csőrszínpadon, a rókatánc, amire számítsanak. Igen, a rókatánc az a legfrissebb
tulajdonképpen mesekoncertem, ezt mesés komédiának szoktam fémjelezni, mert ez kifejezetten a humor és a humorral való nehézségeken való átsegítésről szól. Ez egy mesés, varázslatos történet, hat kiváló táncossal, két fantasztikus, hat kiváló zenésszel, két fantasztikus táncossal, és ez egy nagyon erősen magyar népzenei elemekből, és nagyon erősen pedig a kortárs világzenei elemekből szövetelt kavalkád. Én azt gondolom, hogy ez az 50 perc, amit mi a színpadon vagyunk, az legalább annyira izgalmas a nézők számára, mint nekünk is, és nagyon fontos számomra az, hogy az a tér, amit mi a színpadon alkotunk és létrehozunk, az ne egy erős határvonallal érjen véget a közönség sorainál, hanem folytatódjon, és mi egy közös kollektív alkotói térben tudjunk az 50 perc végére megérkezni. Többi között önt úgy szokták meghatározni, mint az eltűnőben levő népi kultúra és hagyománynak a megörökítője. Na, ilyen értelemben a mérai júmérés épp egyike ezeknek a hagyományoknak, amely eltűnőben van, és amely már alig látszik Erdélyben, lévén a mérai júmérés gyakorlatilag az egyetlen látványos eleme ennek a népi hagyománynak. Mikor került először Kalotaszegre, és hogy látta ezt a világot? Ha jól emlékszem, akkor 85-ben volt, de lehet, hogy előbb. Igazából, hogy mikor először erre, most úgy nem tudok visszaemlékezni pontosan, de egy lakodalom, amire tulajdonképpen Kallós Zoltán, Zoli bácsi hívta fel a figyelmemet. Ő már tudta, hogy fényképezek, és szeretem az ilyen témákat, és ő mondta, hogy mennyi mérában lesz lakodalom. Zene is lesz, jó, hárus banda fog muzsikálni, és így kerültem ebbe a lakodalomba, és tulajdonképpen nem a legjobban sikerült, habár tudtam fényképet csinálni a zenekarról, ez igaz, de közben valahogy az is előfordult, hogy ott voltak, akik nem nagyon szerették, vagy nem tudom, nem kedvetik, és jött egy rendőr, hát a részegrendőr, mondjuk így, és ő el akarta venni a gépemet, kivenni a filmet, stb. Ez a 80-as évek. Igen, eleje lehetett. És akkor Árus Béla, a harmonikás, ugye ő fogott engem pártfogásába, és valahogy leszerelte a rendőrt. És, de akkor úgy egy kicsit úgy megijedtem, megilletődtem, szóval aztán ugye egy kép készült, de az jó. Aztán én sokszor megfordultam itt, és hát sok embert megismertem, és hát az egy csodálatos dolog volt. Arról is tudtam, hogy azt már most nem emlékszem, de az is Zoli bácsi volt biztos, vagy hát tudtam, hogy úgy Szent György nap környékén, igen, és akkor ugye a Tőcegi családdal, Sándorral, Böskével, még mai napig is tartjuk a kapcsolatot, nagyon jó emberekre akadtam, és így ők adták az információt, hogy mikor mi van. Megérkeztem, és akkor itt voltam napokig, és így tudtam végigfényképezni ezt a fantasztikus dolgot, ami szerintem egyedülálló, lehet, hogy a világon is. És azért még mindig ugye az eldugottabb helyeken azért még akad mit fényképezni, mai napig is, igen, mai. Hol? Hát, tudom én, jól le kell térni a főútról, még itt Kalotaszegen is, most ez lesz a következő napokban, és keresem azt, amit még lehet. Thank you.